Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a VTK-s 4000-es selfiebot, illetve a 3-1-ben selfie stick. Ugye valójában már kicsomagoltuk a készüléket, de akkor még egyszer elmondom, ugye, hogy van nekünk egy DuPont Kevlar anyagú markolatunk, ami nagyon jó minőség, benne egy 4000 mAh-es akkumulátor túlfeszvédelemmel, ugye van nekünk egy villanó ledünk, illetve vakuként vagy elemlámpaként használhatjuk ezt itt, hogyha bekapcsoljuk. Ugye ezzel tudunk éjszaka is jó szelfiket készíteni, vagy esetleg használni tudjuk, hogyha valamit keresünk. Van itt nekünk ugye egy kameraváltó és egy exponáló gombunk, ugye fényképet tudunk készíteni, el tudjuk indítani a felvételt, hogyha a telefon csatlakoztatva van a selfie botunkra, és rá van telepítve ugye ez a Snap Remote alkalmazás. Maga ugye a selfie botunk, ez egy ilyen twist and lock technológiával van ellátva, ugye alumíniumból van az anyaga, és ez annyit takar, hogyha széthúzzuk és elcsavarjuk, akkor úgy lehet rögzíteni selfie botunkat. Ugye láthatjuk, hogy így lehet kihúzni és rögzíteni. Úgyhogy eléggé stabil, nem fog lötyögni, nem fog mozogni. Az a csavarozható mechanika, ugye zárónyitó technológia, teljesen jó megoldás, úgyhogy eléggé stabil a botunk. És emellett ugye itt láthatjuk a rögzítő fejet, teljesen szabvány, akár videókamerát is tudunk a fejre rögzíteni, de van nekünk ugye a csomagban egy ilyen univerzális telefontartónk, amit rá tudunk ide csavarozni. Valójában ez a selfie bot megkapta a német TÜV minősítést, úgyhogy tényleg jó anyagból, az anyaghasználat az nagyon jó. De ami a legjobb benne, ugye, hogy egyrészt tudunk éjszaka is szelfizni, másrészt pedig egy olyan markolatunk van, amivel tudunk világítani is. És ugye a markolatról, innen hátulról tudunk micro USB kábellel ugye tölteni készüléket, ami itt van mondjuk fönn a telefonunk, hogyha esetleg lemerül, meg ugye tudjuk tölteni itt a micro USB csatlakozóval, tudjuk tölteni a selfie botunknak az akkumulátorát is, ami túlfeszvédelemmel van ellátva, úgyhogy tök jó pofa dolog. Ugye az univerzális telefon tartónkat, hogyha rögzítettük, ugye bármilyen fogban tudjuk rögzíteni, mozgatható, akkor csak ennyi, hogy fogjuk a telefonunkat, és belepattintjuk. Ami még tényleg jó ebben a készülékben, ugye, hogy nem kell letöltenünk semmiféle, illetve, hogy bocsánat, nem kell Bluetooth-on keresztül párosítanunk, hanem elég letöltenünk a Snap Remote alkalmazást, és elindítjuk. És hogyha elindítottuk az alkalmazást, akkor valójában csak annyi, hogy fénykép készítéshez. Most éppen a dobozt veszem, csak megnyomjuk a gombot. És már el is készült a kép. Ha meg akarom forgatni a kamerát, akkor megnyomom a másik gombot, és már ehhez csak az alkalmazást kell letöltenünk, úgyhogy ilyen egyszerű a használata a selfie botnak. Nagyon jó pufa dolog, meg tényleg minőségi cucc. Én nagyon elégedett voltam vele, mert nyaralás közben egy kicsit tesztelgettem, használgattam, és ennyi pénzt bőven megér, amennyiért jelenleg a VTK értékesíti. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról ezzel a kis érdekességgel, hogy milyen is a VTK S4000-es 3-1-ben selfie stick, illetve selfie bot. Sziasztok!